Mi abban hiszünk, hogy az erősebb családokra épülhet egy erősebb ország. A családtámogatások minden évben évről évre bővülnek. Például az iskolás gyermeket nevelő családok számára soha nem látott mértékű, szélességű az a támogatás, amit természetben nyújt az állam, hiszen 11 milliárd forintot fordítunk arra, hogy minden család elsőtől 9-es gyermekig bezárólag ingyenesen kapja meg a tankönyveket. Ezeket korábban a családoknak részben vagy egészben ki kellett fizetni, most már teljes mértékben az állam állja. Ugyanígy az állam állja rengeteg gyermeknek most már az ingyenes és kedvezményes iskola étkeztetését, több százezer gyermekről beszélhetünk. Az erre fordítható keret 2010-ben 29 milliárd forint volt, jövőre ez 79 milliárd forint lesz. Ez biztosan célbér ez a támogatás, hiszen ott az óvodában, az iskolában, a gyermekek reggeliben, 10 óraiban, ebédben, uzsonnában megkapják ezeket a támogatásokat, nyilván az étel formájában. Az is fontos, hogy bővült az a kör is időben is, amikor megkaphatják ezt a gyerekek, hiszen nyáron jóval több napon jár ez az ellátás, mint 2010-ben, illetőleg pár éve vezettük be, hogy a tavaszi, őszi és a téli szünetben, tehát az évközi kis szünetekben is jár az ingyenes szociális gyermekétkeztetés. Az óvodák számára is fontos, hogy nem csak a gyermekek után járó finanszírozás nő évről évre, hanem egy 3 milliárd forintos többletkeret nyílik az óvodák számára, pontosan azért, hogy olyan eszközöket, olyan berendezéseket vegyenek, amivel az óvodák korszerűbbek, a gyermekeket jobban tudják fejleszteni, és az óvodai munka is jóval inkább családiassá és 21. századivá válik.